Na sziasztok srácok, üdv mindenkinek ebben a mai anyagban. No, a mai nap egy olyan dolgot csinálunk, ami hát volt már itthon, valaki csinálta, azt hiszem Jason kollégának volt hasonlója, meg ugye Sun is csinált hasonlót, találoskeréses dologgal vert engem is például át. Egy arra gondoltam, maskacok, hogy szeretnék kisebb streamereket támogatni. Jelenleg most a videó arról fog szólni, hogy egy bizonyos összeggel. Szimplán azért, tudjátok, múltkor volt Krisztel ez a közös ilyen, hát ilyen egymást picit megpromóztuk a saját közösségünknek, hogy megismerje az egyik a másikat, mert azért mégiscsak szerintem eléggé nagyképű lesz, és nagyon sokan megint kifelfordul, de azért nagyon, Krisztel szerintem elég magas minőséget képviselünk itthon, így a fifás berkekben, és nem a magas minőség nem azt jelenti, hogy mások akkontján nyitogatok, What the fuck? Hanem, hát nyilván minőség, tudjuk, hogy mit jelent a minőség. Úgyhogy ezt nem is szeretném igazából nagyon így tovább körvonalazni, hogy mire gondolok. Vannak azért Magyarországon olyan tartalomgyártók, akiket annyira nem ismernek még, de akár valamilyen szinten már egy tök alap minőségi felszerelésük van, és én őket szeretném egy picit így megpusztolni egy kisebb összeggel, meg hogy tényleg, de jó érzés az így a streamelésnek az elején, hogy amikor elkezdett, hanem lehet csinálod már egy éve, de tehát tudjátok jól nekem is, hogy egy másfél évig körülbelül 300 feliratkozom volt YouTube-on, még annó, aki emlékszik erre az időszakra. Töretlenül csinálja az ember akkor is, aki ugye elszán, de azért nagyon jól esik olykor-olykor, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, tesó, az amúgy jó az az út, tök mindegy, hogy dob-e mellé pénzt, vagy nem. Én most dobok mellé, de a lényeg ez, hogy választunk egy-két szimpatikus úriembert, lesz egy fifás, és lesz egy nem fifás, valami Fortnite-osat szeretnék, vagy meglátjuk majd, hogy Mizu, aztán meglátjuk, remélem, hogy jól sül el, és örülni fog neki az illetők, mert ugye többen lesznek. No, let's go! Nos, chat, az első kolléga, én őt nem ismerem, Facebookon streamel, Mandó, az úriember neve. Tökre egyben van a stream, és most nagyon csúnya lesz, de úgymond jóval nagyobb követőszámmal rendelkező tartalomgyártókat megszégyenítő, ilyen kis letisztult dizájnja van a srácnak. Szerintem tökre, tényleg úgymond, hogyha most nem tudom mennyire kezdő streamer Mandó, de szerintem ez az alapszint, aminek úgy meg kell lennie. Normális facecam keret, normális kamera, valószínűleg egy C920-at használom úgy, normális fények, alertrendszer, most mindjárt megnézzük, hogy milyen majd a donétes alertrendszere a srácnak. És még amit akartam ezzel kapcsolatban, addig lehalkítom az úriembert, hogy nem fog tőle kérdéseket feltenni, hát nem lesz ilyen, mint amit Sun csinált múltkor, hanem bedobok neki $1, és meg fogom tőle kérdezni, hogy nem tudom, hogy mondjuk ki a kedvenc tartalomgyártója, ki a kedvenc streamere, youtubere akár, akiből inspirálódik, és igazából amit szeretnék, hogy egy ilyen nagyon ilyen, hogy is mondják ezt, egy ilyen nagyon átfogó kis monológot várok el, hogy ki az, akiből energiát merít és ihletet. Jó, most fifás berkekben, nyilván az is benne van, hogy engem mond, nem ezért, mielőtt valaki már írja a komment szekcióba, mondom, a második ember az nem fifás lesz, de igenis szeretném, hogyha elmondanák az emberek, hogy kit és miért szeretnek, és értitek, szóval nekem ez lesz a kérdés, és hogyha ezt is szépen kifejti, akkor bedurrantok neki egy nagyobb összeget. Na, most ha megírom a szöveget, aztán akkor hadd szóljon. Nos, chat. Mark néven donételtem, Mark a harmadik nevem, aki esetleg nem tudta volna, azért nyilván nem akarom, hogy tudja föltétlen, hogy ki vagyok. Mark has just tipped $1, szeva Mandó, kicsit kifejtős kérdésem, ki a kedvenc? Ki a, ez, imád azt a felolvasót. Tartalomgyártód, akit követsz, aki inspirál, vagy csak tudsz vele azonosolni magyarok közül? Természetesen, kifejtett kicsit hosszabban. Persze, köszi szépen Márko az $1, köszi a támogatást. Közben menjünk tovább is, mesélek, hogy ki az, akit én na, követem, kíváncsi vagyok. Aki engem inspirál. Én követem Chris Advice-t például. Nagyon helyes. Szerintem. Akit én követek, az Chris Advice. Én szeretem a munkásságát nagyon, meg az, amit ő belerakott tényleg. Az a rengeteg munkás, én nem tudom elképzelni, hogy nap mint nap 8 óra hosszát tényleg. Vagy többet, igen, vagy többet. Vagy többet. Az a elkötelezettség, amit ő csinál, az Jesus le a kalappal. Ez így van. Őt követem.
Gregnek hírt, a munkássága az eléggé. Alex, kösz szépen a követési csapatban. Neki a munkássága az eléggé inspiráló szerintem. Neki a munkásságát követem is, meg én szoktam is őt nézni, eléggé inspiráló személyiség szerintem. Nem csak a streamelés tekintetében amúgy. OP az alapvált. Itt zárójában. Bárki csinálja utána, nincs senki, aki szerintem meg tudná ezt tenni. Jelenleg Magyarországon. Persze én is vagyok azon, hogy mikor lesz az, amikor ki fog égni szegény. Mert azért ennyit streamelni, amit ő streamel, tényleg elképesztő. Akit még követek, az Ruben. Régebben én emlékszem, hogy Rubent például nem bírtam. Valamiért hát, nem volt szimpatikus. Van egy megosztó stílusa a Palinak, de... Szerintem ő se. Ő például a Ruben, de nem csak a Chris Advice is egy nagyon okos srác, de a Ruben is egy annyira okos srác, hihetetlen. Nagyon megfontol igazából, minden lépése megvan előre írva, vagy átgondolt minden lépése, inkább azt mondom, hogy nagyon átgondolt minden egyes lépése Rubennek, és persze az attól függetlenül, hogy ő egy inkább ez a viccesebb, például a Ruben az egy nagyon okos srác, nagyon intelligens, attól függetlenül, hogy tényleg ő mesélte is, mert többször, hogy iskolában nem teljesített olyan jól, de ez mutatja azt tényleg, hogy a legtöbbször az intelligencia az, ami fontos, és nem az oktatás, nem az, hogy te hanyas szerzel mondjuk matekból, vagy ilyenek. Erről rengeteget beszéltünk mi is amúgy itt a cseten. Rubennek a munkásságát is követem, ő is nagyon inspiráló. Ha emlékeztek rá. Ő is elért ebből az egészben, meg rengeteg munkát belefektet ebbe az egészbe. A VR-t nem követem annyira, ismerem a munkásságukat, tényleg ott az is szerintem egy ilyetetlen nagy munka van benne. Akit még követek tartalomgyártó, azok kb. Ezek. Nagyjából hallottátok a srácot, tök durva amúgy, mert nem tudom, olyan 2-3000-4000 követője van, talán nem tudom pontosan itt ugye Facebookon. Furcsa alapból az ugye, hogy ugye face-en streamel, de mégis ugye a Twitch az a platforma, honnan úgymond ki tud emelni embereket. Már nekem csak az azért furcsa, hogy akkor hogy nem ugye Twitch-en streamel. De igen, pontosan ilyenre vártam. Tehát pontosan erre vártam, vagy vágytam, hogy tényleg valaki kicsit jobban kifejtse, hogy pontosan kit, mit, miért követ, meg hogy mi az, ami úgy inspiráló lehet, és amúgy tökre egyetértek a szavaival, úgyhogy megérdemli a nagyobb durranást, vagy a bombát, vagy hogy mondják ezt, mert tényleg úgy válaszolt, amit én szerettem volna, úgyhogy ja, Mandó, GG. Megy is a nagy. Durrantottam neki egy nagyobb összeget. Úgyhogy ja. Ezt megvárjuk, aztán. Ja. Mark has just tippet $35. Köszi szépen, hogy kifejtetted. Még talizunk, puszi-puszi. Hát, köszi szépen, Mark, a $35. Thank you, tényleg. Hálás vagyok érte. Nagyon szívesen, Pali. Nem kellett volna, mert ezekben az időkben, én nem is mondtam ezt nektek, el akartam már távolítani réga a donate e-mail címet, mert tudom azt, hogy azért eléggé olyan időket élünk, ahol nem a streamereknek kell donate-elni, hanem tényleg vannak olyan szervezetek, vagy vannak olyan... Persze ezt nem azt mondom, hogy neki vagy ilyenek, vagy hogy nem fogadom el, vagy ilyenek, hanem azért soha nem szoktam mondani a donate-et se, meg az ilyeneket se, a csillagokat. Megint is kirakos sehova, se számolva semmi, mert tényleg olyan időket élünk, ahol vannak emberek, akinek tényleg kajára nincs például, mert ez a szituáció sajnos eléggé próbára tesz mindenkit, de köszönöm szépen a $35, és hát... Nagyon szívesen, uram! Az fix, hogy én ezt a pénzt nem magamra fogom vagy bárhova költeni, hanem én már gondolkodtam abban korábban is, ez majd inkább holnap lesz tisztább, hogy ugye mi is bezártunk, mint étterem, és... Valószínűleg van valami étterem a sásznak. Szóval én szeretek mindig elmenni munkába dolgozni, csak ugye mi is bezártunk teljesen, én szakácsként dolgozok, és ugye mellette pedig most passzív fél éven van egyetemen, és arra gondoltam, hogy én elmegyek egy ilyen ingyen konyhára szakácsként dolgozni, besegíteni akár, előkészíteni, vagy bármi ilyesmi, vagy épp ajánlok fel majd összegeket. Most például megnyílik majd a saját játékom, ugye a Metin 2 privát szerom. Ott próbálok majd tényleg minél több összeget arra fordítani, hogy különböző ilyen ökumenikus, hát nem is ökumenikus segítszolgálatot, hanem olyasfajta ügyet szolgálni, ami tényleg így segíti a most rászorulókat.
de ez ilyen későbbi terv. Meg erről nem szeretek beszélni, mert tudjátok, az a baj manapság a világgal, hogy valaki ilyet mond, hogy bármi, az egyből sajnos mindenki kiforgatja. Persze. És sem más irányba megyünk el, de köszönjük szépen, Mark, még egyszer a 35 dollárt, thank you. Nagyon szívesen, Pali. Hát durva Mondónak a hozzáállása, nagyon-nagyon szimpatikus a srác amúgy, és tényleg életemben nem láttam még a srácot, nem is ismertem eddig. És tényleg ez, amit a végén mondott, igazából nem is lesz több ember, mert nem gondoltam volna, hogy tényleg ennyire belemegyünk, most hát belemegyő is a mondandójába, de tényleg tök jó volt hallgatni, és igen, az a baj ezekkel, hogy másokat segítünk pénzzel, bármilyen szervezeteket, hogy, tehát én is volt, hogy valamelyik nagy donétből egy x százalékot továbbítottam egy rászoruló szervezetnek, de ez egy olyan dolog, hogyha ezt az ember kimondja, akkor nyilván kapja az, hogy ilyen respekt, olyan respekt, amolyan respekt, egy hála Isten, de kevesebb százaléka pedig azon van fennakadva, hogy ezt az illető megosztja. Érted, hogy? Mert hogy alapvetően, ha segítesz egy rászoruló szervezetnek, akkor azt csak azért teszed, mert magad miatt, nem pedig azért, hogy ezt ország világ elé kitold, hogy te már pedig segítettél valakinek, és te már pedig a saját pénzedet, amit bárhonnan kaptál, azt rászorulóknak adod. És ez nagyon ilyen kétélű dolog. Én például ezért soha nem szoktam erről beszélni, meg mondani ilyeneket, mert egyszerűen mindent kiforgatnak, és nekem például, nem tudom, lehet valakinek nagyon jól esik, nekem nincs arra szükségem, hogy nem tudom, 10 millió odaírják, hogy ez jó, respekt, meg te aranyos vagy, meg te jó fej vagy, mert ez nem erről szól, hogyha másokat segítesz. És Mondónak ilyen téren tökre igaza van. Éreztem, hogy meg van illetődve attól a 35 dolcsitól, ez ugye 10 000 forint gyakorlatilag, csak hogy akinek nem menne tiszta, hogy ugye ebben a koronás időszakban máshova úgymond jobban kell. Ez egy olyan dolog, én is azt mondom el mindig a streamekben, legalábbis többször hangoztattam, hogy tényleg az donételjen csak, akinek van miből, és nem kötelező dolog, meg az a donétes dolog, ezt is nagyon sokan kiszokták forgatni, de lényeg, hogy ez nem egy kötelező dolog. Én tudom ezt nagyon jól, nekem nyilván megvan hozzá az agyam, hogy tudjam azt, hogy nyilván ez most videóra is megy, és ennek most ez volt a lényege, de amúgy nekem is volt már rengeteg olyan, amikor donételtem valamelyik streamernek, akit én szeretek például, és nem azért, hogy beolvassa nevem, hanem mert tudom azt, hogy streamerek valamilyen szinten a donétből tartják fenn ezt az egészet. Úgyhogy örülök neki, hogy Mondót választottam, választottuk, mert szerintem egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy a streamelést azt hogy is kell csinálni. Ugye ezt is rengetegszer beszéljük, hogy akkor hogy kell streamelni, kezdő streamnek mit ajánlok, meg ilyenek. Először is a legfontosabb az, hogy egy olyan utat válasz, ami azért tényleg egy követendő példa. Most ő Kriszt hozta fel, ugye a Fortnite-os, mert több is van, hogy neki ő az egyik leginspirálóbb ember, és szerintem nagyon jó embert választott erre a célra. Amit én láttam ebből a röpke 10 percből, amíg itt voltunk most nála, tökre alázatos srác, és látszik, hogy tényleg azért csinálja, mert szereti. És ez a legjobb, hogyha valaki azért csinálja, mert szereti. Amikor nem az van, hogy csináld ezt, csináld azt, mert persze mindenkinek meg van mondva, hogy jó, most ilyen videót csinálj, mikor lesz ez, mikor lesz az. Ezt én is nagyon-nagyon utálom, amikor megmondják, hogy mit csinálj. Én mindig olyan videót veszek fel, azt streamelek, ami az éppen akkor kedvem van. 30-an nézzük, akkor 30-an nézzük, ha ezre éppen, akkor ezre, nem tudsz ezzel mit csinálni. De szerintem ő belőle, hogyha tényleg kap még egy kis figyelmet, egy nagyon alázatos streamer lehet majd a jövőben, és azokat a gondolatokat, amiket ő képvisel, szerintem tökre érdemes is követni, és ezt mondom még egyszer úgy, hogy 10 perce ismerem a srácot, de nagyon pozitív vibe-ja van amúgy Mandónak, úgyhogy szétadom. Tényleg örülök, hogy nagyon örülök, hogy ezt a videót megcsináltam. Hát figyelj, szerintem megtaláljátok Facebookon, leteszem a leírásban. Mandó, te meg ha esetleg nézed, úgy alakul, remélem nem baj, hogy ezt leakeltem, meg ez az egész, ez így kiment. Ő sok sikert nyilván neked is a továbbiakban. És szerintem, bár nyilván ki a fasz vagyok én, ugye, hogy én megmondjam, szerintem az út, amin most haladol, az szerintem nagyon-nagyon jó út. És hogyha esetleg úgy alakul, adja Isten, hogy bedurrannak a számok, akkor maradj ilyen te is. És ne vigyen el a sok néző, meg a sok nem tudom micsoda
ami nagyon sok embert, fú, az itthoni magyar tartalomgyártók 95%-át elviszi a sok néző, meg az ismertség, híresség, nem tudom, hogy pontosan mi a megfelelő szó erre. Úgyhogy ja, hát srácok, köszi a figyelmet, szerintem nagyon jó kis videó volt. Itt most nem is tudom, visszajelzésekből valamilyen szintről is látni fogom szerintem, hogy tetszik-e nektek ez a fajta tartalom, mint olyan, mert hogyha igen, akkor akár nagyon simán megpróbálhatunk meglepni másokat is, és picit meghallgatni másoknak a rálátását is, vagy akár más kérdések, majd kitaláljuk. De nem tudom, hogyha tetszik, skacok, akkor értékeljétek ezt. Akár like, comment, valamilyen formában, hogy lássam, hogy ez okés, és ez mehet. Jó, köszi srácok a figyelmet, jók lehetek. Tali legközelebb itt vagy streambe. Szevasztok!